Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, örömmel gyűltünk egybe a mai szentmisére, itt a gazdagréti Szent Angyalok templomban. Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, és a televíziók mellett az Apostol TV kedves nézőit, a mai szentmisét élő Szabolcs testvérünkért, sikeres munkájáért, életéért ajánljuk föl, és kegyelettel emlékezünk imádsággal a tegnap éjszaka elhunyt Erika testvérünkre. Adjon az Úr örök nyugodalmat neki, szeretteinek vigasztalást. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és választással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok életemben, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te kormányozod a mennyet és a földet. Hallgass meg néped esdeklő imáját, és adj békét napjainkban. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Sámuel első könyvéből. Saul király elvetése után az Úr így szólt Sámuel prófétához. Meddig gyászolod még Sault? Én elvetettem, hogy ne uralkodjék tovább népemen. Töltsd meg szarudat olajjal, és indulj útnak. A betlehemi Izájhoz akarlak küldeni, mert az ő fiai közül szemeltem ki magamnak az új királyt. Sámuel megkérdezte, hogyan menjek oda, mert Saul megölett, ha tudomást szerez róla. Az Úr azt felelte, vigy magaddal egy borjút, és ezt mond. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Aztán hívd meg Izájt az áldozati lakomára. Én majd tudatom veled, mit kell tenned. Azt kent fel királyá, akit mutatok neked. Sámuel meg is tette, amit az Úr parancsolt. Amikor Betlehembe ért, a város elöljárói félve járultak eléje, és megkérdezték. Békességes-e a jöveteled? Sámuel azt felelte, igen, azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be.
megtisztulással készüljetek elő, aztán jöjjetek velem az áldozatra. Azután megtisztította Izájt és fiait, és meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek, feltűnt neki Eliáb, Izáj legidősebb fia, és azt gondolta, bizonyára már is az Úr előtt áll az ő felkentje. De az Úr figyelmeztette, ne nézd a külsejét, se a termete magasságát, mert nem őt választottam. Én nem úgy ítélek, mint az emberek. Az ember a külsőt nézi, az Úr pedig a szívet. Azután Izáj Abinábádot hívta és vezette Sámuel elé. Ám ő azt mondta, ezt sem választotta az Úr. Amikor Szammát vezette eléje, megint azt mondta, ezt se választotta az Úr. Hét fiát vezette így Izáj Sámuel elé, de ő csak azt mondta Izájnak, ezeket se választotta az Úr. Végül is Sámuel megkérdezte, itt volt valamennyi fiad? Izáj azt felelte, hátra van még a legkisebbik, aki a juhokat legelteti. Sámuel megparancsolta, küldj érte valakit, és hozast ide, mert addig nem telepszünk le az áldozati lakomához, míg ő is ide nem jön. Izáj elküldött érte, és elhozták őt. A fiú vörös volt, szép szemű és csinos külsejű. Ekkor az Úr jelezte Sámuelnek, menj és kend fel, mert ő az én választottam. Erre Sámuel fogta az olajos szarut, és testvérei jelenlétében királlyá kente Dávidot. Az Úr lelke ettől fogva Dávidra szállott. Sámuel pedig felkelt, és visszatért Rámába. Ez az Isten igéje. Isten lelke kerüljön. Alleluja! Atya, világosítsa meg lelki szemünket, hogy megértsük, mi reménységre hívott minket. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. Ezért a farizeusok megszólították. Nézd, olyat tesznek szombaton, amit nem szabad. Jézus ezt felelte nekik. Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt nélkülözött és éhezett? Abiatár főpap idejében bement az Isten házába, és megette a megszentelt kenyereket, és adott belőle társainak is, pedig ezeket a kenyereket csak a papoknak volt szabad megenniük. Majd ezt mondta nekik, a szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Azért az emberfia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban ma is hallottunk egy bibliai kulcsmondatot.
Nagyon fontosnak tartom, sokat idézem Sámuel prófétának a működését, amikor elmegy Betlehembe Izáj családjához, és kiválasztja a Daliás fiúk közül a legjelentéktelenebbet, pontosabban az Úr választja ki a legkisebbet, Dávidot, hogy ő legyen Saul után a választott nép királya. A próféta beleesik abba az emberi hibába, hogy külső dolgok alapján ítél, hogy ki mutatkozik határozottnak, erősnek, jó megjelenésűnek, kiben duzzadnak az emberi erők, de az Úr elmondja az alapigazságot, amit nekünk is követnünk kellene, és ez az a bizonyos kulcsmondat. Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet. A mai korban, amikor látszólagosan, teszem hozzá, véleményem szerint, a mások elfogadásának oly nagy mozgalmai indulnak, a megértés, elfogadás bizonyos eszme áramlatokban magas helyre kerül. Ez eligazítást jelent, hogy nem a megjelenést, nem a külső szempontokat, hanem a belső adottságokat kell a másik emberben értékelni, az emberséget, az Úrtól kapott belső lehetőségeket, illetve azt a hozzáállást, hogy ki hogyan kamatoztatja mindezeket, mit tud előhozni magából értékeinek nyomán, hogyan valósítja meg azt az Istentől kapott küldetést, amit az Úr rábízott. Ez az a szemléletmód, amely a másik ember elfogadásánál szerepet játszik, és féken tartja az elhamarkodott ítéleteket is, hogy másokról csupán külső dolgok alapján mondjunk akár véleményt, akár ítéletet, elhanyagolva a belső ember megismerését vagy tiszteletét. Történelmi eseményről hallottunk a mai olvasmányban, illetve az evangélium is mindehhez hozzájárul, ezekhez a gondolatokhoz, hogy az Úr szemlélete egészen más, mint a mi emberi szemléletünk, körültekintésünk, mint ahogy nem a külső dolgokban számít a szombat megtartása, mert a szombat van az emberért, az Úr törvényei az ember formálását szolgálják, mert ő nem a külsőt nézi, és nem a külső cselekedetek számítanak a törvény megtartásában sem, hanem a belső jó akarat, szándék, elkötelezettség az Úr iránt. Így tehát ennek a történelmi eseménynek felidézésével, amikor a választott nép második királyát, Sámuel fölkeni családja körében, Dávidot, személyes és korunkra is, és személyes hitéletünkre vonatkoztatható erkölcsi igazságokat és üzeneteket is kapunk. Így tehát a mai napon vigyük el fontos üzenetként és kulcsmondatként, ahogy említettem, annak a szemléletmódnak közlését, amit az Úr elmondott nekünk. Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet. Amen. Testvéreim, Krisztus megnyitotta a mennyei szentét,
ahová elsőnek léped be, és ahová reményünk szólít, az élet ajándékáért imádkozzunk közösen. Növeld, Urunk, hitünket, hogy bizalommal tekintsünk reád. Hitünket, hallgass meg minket. Erősítsd reményünket, hogy lelkünk biztos és szilárd horgonya legyen. Hitünket, hallgass meg minket. Tedd tökéletessé szeretetünket, hogy valóban gyermekeid lehessünk. Hitünket, hallgass meg minket. Üzzel szívünkből minden kicsinyességet, lanyhaságot, emberi szokásokhoz való rendetlen ragaszkodást. Kérünket, hallgass meg minket! Add, hogy amikor számunkra elérkezik az élet legnagyobb pillanata, reményünk a boldog bírásra menjen át. Kérünket, hallgass meg minket! Kísért kegyelmeddel élő Szabolcs testvérünk életét és szolgálatát, hogy szándékait szerint valósítsa meg a te akaratodat. Kérünk téged, hallgass meg minket! Fogadd be az örök hazába tegnap éjszaka elhunyt Erika nővérünket. Kérünk téged, hallgass meg minket! Mennyei atyánk, jóságodban érdemünk nélkül ígéreted örököseivé tettél minket. Estve kérünk, erősítsd bennünk a reményt, hogy a földi élet viszontagságai ellenére biztonságosan haladjunk végcélunk felé, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Folytatjuk a 221-es éneket. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára. Kérünk, Urunk Istenünk, add, hogy méltón vegyünk részt ezekben a misztériumokban, mert valahányszor fiad áldozatának emlékét ünnepeljük, megváltásunk műve folytatódik, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges atyánk, világ teremtője és minden élet forrása. Te bölcsességed műveit sohasem hagyod magukra, hanem gondoskodó jóságoddal mindig itt vagy mellettünk. Erős kézzel és kiterjesztett karral átvezetted népedet, Izraelt, az uttalan pusztán. Most pedig szent lelked erejével a világban zarándokló egyházadat,
a történelem útjain országod örök boldogságába vezeted, Krisztus, a mi Urunk által. Ezért az angyalokkal és a szentekkel együtt dicsőséget, himnuszát zengjük és vég nélkül énekeljük. Szent vagy és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk. Szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást, és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küld el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk tehát, szent atyánk, Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiad testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Minket, akiket meghívtál asztalodhoz, erősíts meg, Urunk, az egységben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és segédpüspökeivel, minden püspökkel, pappal, diakónussal és egész népeddel együtt. Add, hogy a te útjaidon járva, a hitben és a reményben örömet és bizalmat sugározzunk a világra. Emlékezzél meg Erika testvérünkről, a templomunkban nyugvó hívekről, és mindazokról, akik Krisztus békéjében hunytak el, minden megholtról, akiknek hitét csak te ismerted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét.
Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanukkal, szent angyalaiddal és minden szenteddel. Hadd, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség. Isten maradjon, te elveszed a világ bűneit, irgalmas szelékünk. Isten maradjon, te elveszed a világ bűneit, irgalmas szelékünk. Isten az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvéreim, most a 127-es éneket fogjuk énekelni.
Most azokra a testvéreinkre gondolunk, kedves testvéreim, akik otthonaikban kapcsolódnak be a Szent Misébe, és a lelki áldozás megerősítését kérik. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni, életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, árasz szívünkbe szeretetet, szent lelkét, hogy minket, akiket egyazon mennyei kenyérrel tápláltál, egyazon szeretet kapcsoljon össze Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a Szűzanya oltalmát kérjük, tekintsen le ránk a mennyből, fogadja be elhunyt Erika testvérünket a mennyei boldogságba, itt maradott szeretteidnek adjon vigasztalást. És imádkozunk azért, hogy a Szűzanya oltalma segítsen bennünket abban, hogy belső világunkat fölajánljuk az Úrnak, mindig neki tetsző életet éljünk, hiszen ő nem a külsőt nézi, hanem a szívet. Így kérek most áldást jelenlévő testvéreimre, a gazdagréti hívekre, és az Apostol TV és Hegyvidék TV kedves nézőire egyaránt. A 189-es ének első és második versszaka lesz majd a befejező énekünk. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála! Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátánból az kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei sereget veszélye, a sátánt és a többi gonosz ellenet, akik a lelkek vesztélye körüljárnak a világban. Isten erejében taszítsd vissza a kárhozat fejére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benne. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörög érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörög érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörög érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörög érettünk.